az volt a vágyam, hogy 23-4 éves koromban én már asszony legyek, valakinek a felesége, anya. Egy kerek képet láttam magam előtt, 2-3 gyerek. A tél végével megszületett a második kis királylány. Sugárzóan szépséges volt, akár a nővére. A király és a királyné hosszasan csodálták kedves, formás arcocskáját, amint a bölcsőben aludt. Amikor a gonosz erdei boszorkány tudomást szerzett a születéséről, tavasz tündérré varázsolta magát, és felkerekedett, hogy meglátogassa őt. A várkapujában azzal az ürüggyel kért bebocsátást, hogy ajándékot hozott a kisdednek. Bebocsátást is nyert a palotába. Átadta az ajándékba vitt kis cipőt, és addig kérlelte a királynét, hogy látni szeretné az újszülöttet, amíg meg nem engedte. Azonban, amikor a kisded bölcsője fölé hajolt, visszaváltozott boszorkánnyá, és áldás helyett átkot szórt rá. Kedvességed oly hatalom, mit nem állhat sötét katlan. Megátkozlak, változz fává, légy örökre mozdulatlan. 2019 tavaszán született a második kislányunk, Janka. Egy teljesen normális, átlagos lefolyású terhességből. Minden rendben volt végig, de a szülészeten sajnos észrevették, hogy valami probléma van vele. A születése utáni hétfőn megtörtént az életmentő szívműtétje, akkor a belső szerveknek a működése a hiányos vérellátás miatt teljesen fölborult. Ezért nehezen tudták beállítani azt, hogy milyen mennyiségben lehet neki egyetlen vérhigítót adni. Volt két ponton a térdnél, illetve a combtőnél egy-egy ilyen érműtéti beavatkozás, ami félig meddig sikeres volt, hiszen voltak olyan trombusok a lábában, amiket sikerült föloldani, de a végtag alsó részében pedig ezek az apró kis vérrögök meggátolták a vérútját. Ott szépen elindult egy lilulás, a lilulás aztán elfeketedéssel és egy elhalási folyamattal végződött. A királyság népe megrettent. A kis királylány bal lába elkezdett fává változni. A király azonnal elküldetett Asiskáért, a nagy varázslóért. A varázsló magával hozta a legvaskosabb varázskódexét, az otthonában fellelhető összes csodafüvet és varázskencét, de hiába kenegette, hiába borogatta mindenféle varázsigét morvolva a királylány lábát, nem állt meg az átváltozás. A király és a királyné nagyon elkeseredett. Mi lesz, ha második gyermekük teljesen fává válik? Egyik egyházi rádióra kapcsoltam, ahol éppen az a példázat volt, amikor Ábrahám felviszi Izsákot a hegyre, és az Úr kezébe kell, hogy adja, és igazából az Úr kéri tőle, hogy akkor áldozza föl a gyermekét. Ez a történet ez mindig is zavart, mert emberi észre felfoghatatlan az, ami ott lezajlik, amit az Isten kéri az embertől, hogy add a gyermekedet, és akkor vagy az én jó szolgám. És akkor ott teljesen másképpen értékeltem. Azt éreztem, hogy azt kéri az Isten, hogy belé helyezzem a bizalmamat. És akkor az zajlott le bennem, hogy Uram, akkor legyen úgy, te tudod, hogy mi az én szívem vágya. Tudod, hogy mit kérek, miért imádkozok hetek óta. De legyen meg akkor a te akaratod. Nem könnyű nekem mindig jókedvűnek lenni, és úgy kezelni ezt, ahogy adott esetben szükséges. De én nagyon igyekszem, és azt hiszem, hogy egész jó úton vagyok. De Laci, sok támaszom abban, hogy kibeszélhessem magamat.
és ez nagyon sokat jelent. Talán mindketten így vagyunk a másikkal, amikor az egyikünk elcsügged, akkor a másik fölemeli. És ha ez Lacival történik meg, akkor pedig valamilyen formán én szoktam őt egy kicsit helyrehozni, vagy erőt adni neki. Ami kórházban voltunk, nekem nagyon sokat jelentett az, hogy mindig odafigyelt arra, hogy nekem is szükségem van dolgokra. Hogy ki most adott esetben a ruhámat, ha szükség volt rá, vagy behozta az ennivalót. Ezek az apró gesztusok nagyon sokat számítottak. Adott esetben a kedvenc újságomat megvette és meglepett vele. Ezek az apróságok mind-mind nagyon fontosak egy ilyen helyzetben. És sokszor elfelejtettem neki megköszönni. Valahogy nem jött fel bennem, mert egyszerűen csak arra koncentráltam, hogy túléljek. De azért ez mind-mind nagyon-nagyon sokat jelentett. Szerintem ez egy olyan próbatétel volt nekünk, amit csak együtt tudtunk átvészelni. Külön-külön egyikünk sem lett volna rá, sem képes, sem alkalmas, hogy ezt túléljük. A másik, hogy a házasságunk biztos, hogy sérült, hiszen másfél-két hónapig nem együtt élni az embernek a társával, az egy óriási törés, az egy nagyon furcsa állapot. Sokáig kerestem a helyemet, nem tudtam aludni. Lefektettem Lenkét, ő elaludt, és én nem találtam a helyemet, mert nem volt ott mellettem a társam. Egy nagyon furcsa megtapasztalás volt a magány, amikor mondjuk nagy ritka volt egy-egy este, amikor Lenke nem aludt itthon, hanem a nagyszülőknél maradt, úgy döntött, hogy ott marad náluk. Vagy nagyon későn értem haza a kórházból, és már elaludt, és nem hoztam haza őt. És itthon lenni a házban, magányosan, azt átélni, hogy valahol kilométerekre van a családom, és én tök egyedül vagyok itt a csöndben, az egy nagyon fájdalmas megtapasztalás volt. Amikor például voltak krízis helyzetek, akkor mindig nagyon jól kiegészítettük egymást. Mindig tudtunk egymásnak segíteni, támaszai lenni szóban, lélekben, vagy csak egy-egy, amikor egy házasság jól működik, vagy egy kapcsolat jól működik, az ember fél szavakból, egy tekintetből is megérti a másikat. És ez mindig megerősítés volt nekem, amikor így történt. Nagyon sokat jelentett számomra Laci hite, hogy sosem hagyta el. És amikor az enyém egy kicsit megingott, akkor mindig kérdeztem, hogy ő azt hogy éli meg, hogyan tud kapaszkodni. És amikor elmondta, hogy ő éppen akkor hogyan tud erős maradni, ez számomra is nagyon sokat jelentett, és erősítette a hitemet, illetve segített nem elveszni. Egy ilyen nehéz helyzetben az ember nem engedheti meg magának azt a könnyebbséget, hogy elengedje magát. Hogy az érzései kerekedjenek fölül. Mert egy sírós, szomorú apuka a kisgyereknek, aki itthon vár engem, az nem jó. Aztán egy feleségnek sem jó, hogyha egy levert, letört apukát lát, hanem azt kell, hogy már nem azért, hogy felhőtlenül boldog az ember egy ilyen helyzetben, de hogy mindig legyen valamilyen kapaszkodó abban a napban, mindig legyen valami kis pozitívum. Én igyekeztem mindig így bemenni. Örömmel, szeretettel, úgy, hogy ő neki támasza lehessek. Inkább később jött el az, amikor már túl voltunk rajta, amikor már itthon voltak, és lehetett
lelkileg is, meg fizikailag is lazítani valamennyire, akkor jött el az a pillanat, amikor nekem föl kellett dolgoznom. Én azt gondolom, hogy minket megerősített ez az eseménysorozat, még akkor is, hogyha nem feltétlenül úgy jöttünk ki belőle, ahogy szerettünk volna. De számomra sokkal mélyebb az Istennel való kapcsolatom. Én nem hiszek benne, hanem tudom, hogy van. Ő itt van, és érzem, hogy körbevesz minket, és szeret. Annyi mindenért kellene, meg kell is köszönetet mondanunk a mindennapokban. Nekünk, Jankáért, ha innentől kezdve életünk minden napján köszönetet mondunk érte, talán az sem sok. Mire hazaértek, a kis királylány lába térd alatt fává változott. A király megitatta őt a csüngőzsücsök levéből, a királyné pedig tetőtől talpig bekente mézzel, ahogy a Siska meghagyta. A kis királylányról azonnal lehullott az átok. Azonban hiába várták, hogy a lába visszaváltozzon, ez nem történt meg. Amikor a Siska látta a királyi pár elkeseredését, így szólt. Talán nem sikerült minden úgy, ahogyan szerettétek volna, de a fő, hogy megmentettük a gyermeket. Azzal fölé hajolt, áldásra emelte a kezét, és így folytatta. Néked adom a bátorságot, a kalandvágyat és a kitartást. A lábadat pedig megáldom, hogy mindig vigyen el oda, ahová a szíved vezet. A kis királylány aludt, de álmában mosolygott. Ennél pedig nem is lehetett volna külön gyógyírt találni, szülei sajgó szívére.